tegnap döntött, Fisztám már elődöntött, hogy értékeled ezt a két napot? Örülök neki nagyon, hiszen az idei év nagyon jól sikerült. Egy szatellit versenyen vettünk először részt Gárcsa Bűvá Gémes Csándás Gémes Bencével Kopenhágába. Azt sikerült megnyernem, és sikerült a magyarokat magam mögé utasítani. Most tegnap ugye egy második hely, ahol nagyon jól vívtam, a döntő kivételével, ott kicsit enervált voltam. Előtte Szilágy Áront vertem, aki pillanatnyilag ugye top 1-es kardvívó Magyarországon, és ma pedig kicsit erőködéses volt a vívásom, hosszú volt a tegnap, elnyúlt sokáig a verseny, ma pedig korán kezdtünk, úgyhogy összességében örülök neki. És mit gondolsz, hogy minek köszönhető ez? Ugye tavaly azért egy hullámvölgybe kerültél. Annak, hogy edzőm rám szólt, hogy sokkal koncentráltabban edzek az edzéseken, és sokkal több mindent fektessek bele ebbe az egész munkába, és teljesen letisztultam idegileg is, és úgy érzem, hogy most itt van az olimpia, és van szansz, és vissza kell kerülnem a csapatba. Tehát akkor annak alatt, amit mondtál, akkor a fejedben voltak gondok? Igen, úgy érzem. Egyébként a tendencia nekem azt mutatja, hogy a páros évek sikerülnek jól, és a páratlanok gyengébben, úgyhogy lehet, hogy emiatt is sokkal pozitívabban álltam hozzá ez az évhez, illetve a 2010-es évem is nagyon jól sikerült, és ott megmondom őszintén, hogy azután egy kicsit visszavettem talán a munkából. És akkor most hogyan tovább? Tehát ugye említette az olimpiát, ugye ott hát az amúlik, azt gondolom a dolog, hogy a magyar válogatott ki jut-e. Lesz még Padovában és Moszkvában egy csapatvilágkupa. Ezen a kettő meg kell előznünk a franciákat, vagy legalábbis hasonló eredményt érünk el, az már jó, illetve az ukránokat is. Illetve hát ami nem rajtunk múlik, hogyha afrikai csapat nem kerül mind a kettő világkupán a 16-ba, akkor ezen a plusz egy helyen mi érhetünk be a célba, illetve hát mi juthatunk ki az olimpiára. Tehát akkor a nagy vágyad az nyilván az olimpia. Természetesen igen.